Szellemszálló a következő epizódunk a rejtett galaxisban, vagy elveszett galaxisban. Ezek ilyen kis kellemes, lightos pályák, egyelőre egyik se volt olyan nagyon vészes, azt hittem, hogy ezek ilyen végig szivatós pályák lesznek. Ha tippelnem kéne, már egyből el lesz rejtve valami. Rosszul tippelek, így néz ki. Aztán nem biztos. De, biztos. Jaj, csúszunk a sárban. Igen, lepörgetjük magunkat gyorsan. Jaj, te cuki szegény, itt retteg. Itt jön ez a kis rohadék. Misznyikbe vágjuk. És erre, ha ráugrok, akkor mi lesz? Leesik, vagy csak mozog? Jaj! Menj már! Erre semmi. Óra is semmi. Igen, ezt diszkréten ott jelzi, hogy ha leugrasz, akkor vár a biztos halál. Ez egy ilyen kis múmiák, vagy mi? Érdekesen néznek ki. Most próbálok visszafelé is nézni, mert ugye mindig okoskodok, hogy jó, mindent körbe kell nézni, mindent, azt akkor gyalogolok el a teljesen arcomba tolt puzzle darabok mellett, ott azt szerintem fejbe kéne dobni, csak utána problémás lesz a továbbjutásom. Igen, hát ez jó hangzik, de utána találjam ki, hogy merre kell menni. Aha, ez rejtett. Viszont a második manó nincs meg. Az nem jó. Jaj! De miért nincs meg? Engem az egy kicsit azért bosszant. Aha, mert ott van a fán, és hülye vagyok, és nem hiszem ész. Jó van. Akkor most már megvan. Jó, hát akkor most legalább arra balra nem kell elmennem, mert azt megszereztem. És akkor még kettő manó és egy puzzle, ha minden igaz. Nem, kettő puzzle. Azt gondolom, jaj, megint le kéne dobni azt a majmot, de hogy? Hát ez milyen kedves! Ja, nem haltam meg, csak majd. Ó, de várj, ott van egy kapu. Kis rohadék, de nem lehet bemenni? Hát nem látok mást itt. Sajnos, akkor se, ha itt van. Igen, most ez is menekül előlem. Nagyszerű. Ja, és nem látszódik a gonosz. Most háromodottuk, szegény. De egy nem elég, hogy elpusztul? Hány szó kellene találni? Egyre kisebb? Nem, egyre többen van. A srácok. Ez nem olyan fáni. És megint nincs speciális képessége. Zárójelben jegyezném meg. Na, pusztuljatok már el! Jó. Ez nagyszerű. Ráj, de rendes vagy, hogy gonosz jön ki a bónuszládából. Kellemesen néz ki az épület. Manó a fán, nincs. Amikor eszembe jut megnézni, akkor nincs. Tuti itt a fölfutásnál lesz. Nem? Na,
de itt mintha ott fortyog az üstben szegény. De akkor tippelnék, erre van platform. Kéne nekem a lámpa. Halló? Menj már a köpködéseddel. Jó, akkor össze megszerezzük a lámpát, és fejbe dobjuk ezt a rohadékot. Nagyon zavar, igen, ennyire zavar. Kérdés, hogy ez el tud-e pusztulni, mert nem biztos. Lehet, hogy jön helyette másik. Ja, ezt csak meg kell dobni. Nem, mert ő csak kiszabadult. Ó, ráfolyt a dzsuva! Tudom, hogy hova kell ugrani, csak nem tudok odáig elugrani. Ja, mert valószínűleg közelebb is volt egy platform, csak arra nem tudok rácsukni. Visszakaphatom a lámpát, elnézést egy pillanatra még. Hát szóval, hogy elvileg nem szemetek ezek a pályák, de amúgy mégis. Hát ezért csak összehozzák azt, hogy idegbajt kapsz tőle. Ja, értem? Tehát ez nem mutatja meg nekem itt a cuccokat. Csak amire ráfolyik a dzsúva, csak az. És tudok én ekkorát ugrani? Hát neccesen, de tudok. Jó, szuper. Oké, és akkor ott egy puzzle. Ez mi? Ez nem Manu? Ennyire közel. Jó, nézzünk már be ebbe a kis fotózébe, hátha. Mindig nagyon boldog a játék. Köszönöm. Biztos jó kép lenne, de nem csinálom meg. Igen, és fog mozogni platform? Hát természetesen. Meglepődnék, ha egyik sem mozdulna ki alólam. Mindig ez szokott történni. Jaj, már csak egy manó kéne elvileg. Na, ez gyanús, ez az utolsó tallér. Ez mindjárt átváltozik gonosz tallére. Ó, de jók már a megérzések. Jaj! Elfújtuk a gyertyákat. Aj! Gonosz. Tuti, hogy itt lesz valahol. Na, másszunk csak följebb. Nem, hiába másszunk. De itt van! Ez az. Na, ez mázli. És akkor egy manó. Az valahol itt nincs. Ezt csak pofán kell dobnunk? Ja nem, mert hogy ez elugrál előlem ez a láb. Néni kédet, hát ne szórakozz már. Jó. Akkor ennyi volt. Azt ott elvileg fölvettük. Csak bízni tudok benne, hogy lesz még itt egy manó, mert jelenleg nem úgy néz ki, de itt nagyon rezeg ez a híd. Aha, igen. Azért itt még nincs vége a történetnek. Jaj! Most mit kell csinálni? Ja, ilyen fénysokkot lőni? Jó? Ez jó. Ilyen fényvadászak. Levakúzzuk őket. Hú, sokan vagyok. Jaj! Aha, akkor lehet, hogy időre megy, és igazából olyan, mint ez a egércsapkodós játék. Nagyon gyorsak. Nem igazán tudom, sajnos. Ja, és jön a tűz hozzám közel. Aha, tehát úgy megy időre a dolog, hogy csúnyán dílva elpusztulok. Ha nem csinálod, mert mondjuk ilyen rohadt béna voltam, és még így is belefért, úgyhogy ezért nem annyira gonosz. És az utolsó manó. Milyen kis izéje van. Milyen játékban voltak ilyen, de ismerős. Valamelyikben ilyen sisakjuk volt, nem tudom eszembe jutni. Jó, meglepő módon elvileg sikerült akkor ezt segítség nélkül kimaxolni. Ahogy Loki mondaná, segítséget nem játsszuk el.
És akkor kész a, nem is tudom, ötödik talán. Próbáljuk már meg ezt néha eltalálni. Ugyan már minek. Jó, ez volt a... Még négy darab lesz elvileg. Ez volt a szellemszálló. És majd a húzavona lesz a következő.